Az aktivistái vagyunk. A hallgatói hálózatnak nincsenek vezetői. Ezt sokszor, sokan nem értik, hogy miért van így. Azért nincsenek vezetőink, mert nem politikusokat nevelünk, azért nincsenek vezetőink, mert nem pártkádereket nevelünk, nem Orbán Viktorokat és nem Gyurcsány Ferenceket nevelünk. Mi az oktatási képviselete érdekében jöttünk létre, ez a mi missziónk. Felháborít minket az az igazságtalanság, amit a jelen kormányzat az oktatási politikájával megvalósít. Kivesznek pénzt a felsőoktatásból, és ahelyett, hogy az alsó és középszintű oktatásba fektetnék be, az országon belül óriási különbségek lefaragással érdekében, kudarcot vallott gazdaságélénkítő programokba fektetik azt. A hallgatói hálózat és a hozzánk csatlakozó szervezetek ma azért vagyunk itt, azért tüntetnek a szegedi hallgatók, azért tüntetnek a pécsi hallgatók, hogy elmondjuk. Mi ebben az országban akarunk élni, de nem ilyen körülmények közt. Mi ebben az országban akarunk élni, de nem fogjuk végignézni, ahogy honfitársaink ezrei kényszerülnek elhagyni az országot, hogy honfitársaink milliói szegényednek el végleg. Aktivisták, az elmúlt egy év alatt két dolgot tanultunk meg. Tényleges változást elérni csak hosszú távon lehet. Országos hálózatot kell építeni, minden egyetemen sejtet kell alapítani, kitartóan és következetesen kell képviselni az igazunkat. És folyamatosan hallatni kell a hangunkat, folyamatosan harcolnunk kell az igazságtalanság ellen. Nem szabad hagyni, hogy elhallgattassanak vagy megfélemlítsenek. Ők féljenek tőlünk, nem mi tőlük. Ha változást akarunk, akkor nekünk kell lépnünk, mert az egyetem a miénk.